Hát ugye, aki Szanyig megy, annak régebben ilyen 23 perc körül volt a menetidője Csornáról, ma meg egy olyan 3-4 óra alatt ér le a vonat Csornáról Szanyig, tehát fél távig. Ez tényleg egy nagyon gyönyörűen felújított vasútállomás, és hihetetlenül cuki. Nézzük meg a WC-t. Ó, figyelj! Hát ez nem olyan, mint a Köki vagy Zugló, hallod? Wow! Ez az átlátszó WC kritikai külön kiadása. Szerintem ez nagyon patent. Tehát, hogy hinnéd azt, hogy Magyarországon van ilyen takaros WC egy vasútállomáson. És ebben az egészben az a szép, hogy ezt komoly pénzért felújították, ezt a vasútállomást, hogy nagyon örültek neki a helyiek, és fél évek később ugye kvázi tönkretették a vonalat, és el is tűntek az utasok, tehát hogy nagyjából senkinek építették, vagy nagyon kevés embernek. Nagyon jól átgondolt dolognak tűnik. Szóval azért olyan pálya, amin a BZ-nél tudna 40-nel elmenni, hát olyan nem nagyon van. Tehát a 20-at olyan pályákra szoktak kirakni, ahol már tényleg már a 10-ből egy aj tart, sokkal keskenyebb, sokkal kisebb a sínprofil, vagy tényleg ilyen 20-30 centis ilyen huplik vannak benne. Mi az eredménye annak, hogy a 14-es vonalon, ugye egy csomó helyen 20-szal mehetnek, csak a vonalon? Hát leginkább az, hogy minden vonat késik. Körülbelül 2 éve. Látjátok jó, hogy ez nemrég lett javítva. Tehát ez tavalyi javítás, illetve az is lehet, hogy idén április, de tök mindegy. Tehát több mint fél éve elkészült. Tehát ez itt ugye az történik, hogy ugye ez egy jó vasbetonai egyébként, az az egyetlen problémája szokott lenni, hogy kirohad a fatipli benne egy idő után, mert ez még ugye akkoriban készült, amikor ezeket az aljakat fatiplikkel gyártották, és nem műanyaggal. És úgy lehet őket javítani, hogy itt ki kell cserélni a tiplit, ez itt lehet is látni. Bele kell fúrni a menetet, és beletekerni a csavart, az új H csavart, meg aláraknak ilyen műanyaglemezt, és akkor ez teljesen jó, és így fogja is a sineket, tehát nincs vele semmi probléma. És most itt is meg lett javítva az elmúlt 1-2 évben, és továbbra is 20-szal megyünk rajta kitartóan. Közlekedésmérnök vagyok, meg építészmérnök végzettségem szerint. Aztán hát amióta dolgozom, valamilyen szinten a vasúttal foglalkozom, infrastruktúrával is, személyszállítás, most éppen személyszállítással foglalkozom, de volt, hogy épületekkel, vasúti épületekkel, úgyhogy sokféle dologgal, pályával is korábban volt, hogy olyan projektem is volt. És hát látszik például ezen a szakaszon, hogy miért hibálkozok bőven a határértéken belül vannak 60 km/h is, ehhez képest 20-szal megy a vonat. Ezeket 23 elején javították meg ezeket az aljakat, valamennyit még idén áprilisban, és ahhoz képest évek óta 20-szal járt itt a vonat. Pápán terv szerint lekésik a csatlakozások betagulatot, tehát hiába van nagy óránként vonat, Szárdőgalak egy győves fel a Kaposvár Balaton felé, és nem érik el, kell várni másfél órát utána. Ez 60 km/h határértéket jelent, amit tábrázolva van. Ehhez képest 20-szal megyünk, tehát hogyha még át is lépné, akkor is 50 km/h kellene korlátozni, mert az a következő lépcső. Meg ez hadititok, ez honnan van ez a cucc? Romantikus körülmények között. Hát
Az igazsági szakértő jelentés nekem elég lett, tehát igazából ennyit elég tudni róla szerintem. Egy alapvető bizonytalanság, hogy két éve gyakorlatilag soha nem akkor jön a vonat, mint amikor ki van hívva a megállóba. Másrészt elmulasztják a csatlakozásokat, jó ideje már terv szerint a vonatok. Meg egyáltalán a menetidő annyira vállalhatatlanul hosszúra nyúlik, hogy a biciklivel le lehet előzni a vonatot. Hát itt nehéz 2021-ben, 2024-ben utasokat szerezni. És tök érthetetlen, hogy miközben a helyi ingatlanosok, akiknek az épület, illetve a környezete volt a feladata, te minden beleadva dolgoztak azon, hogy megszépüljön ez az állomás, közben a pályások még gyakorlatilag kihűzták a lovot a szörnyre. A Magyar Közlekedési Klubban a közlekedő tömeg rendelt egy igazságügyi szakértői vizsgálatot, hogy tényleg erre felkent szakértő járjon a végére a kérdésnek. Ez el is készült, és hát gyakorlatilag igazolta a régóta meglévő kételyeket a történet. Úgyhogy itt igazából nincsen kérdések, hogy itt mi a helyzet szakmailag. Hozzáteszem egyébként, hogy korábban a MÁV-ban belül is készült ilyen vizsgálat korábbi években, és az is erre jutott, csak következménye nem lett. Itt vagyunk Csornán, ahol véget ér ez a mellékvonal, a pápai mellékvonal, és hát itt rögtön itt egy olyan sebességkorlátozás kezdetét látjuk, ami még papír szerint sincs, mert ugyanis a MÁV listájában nem szerepel ez a korlátozás, hanem jóval később az ív végén, ott a kanyar végén kezdődne, de valamiért már innentől ki van táblázva. Mit jelent ez a tábla? Ez egy 20-as, mindig 10-vel kell megszorozni, tehát ez egy 20-as sebességkorlátozás kezdete. Ugye jól látszik, egyébként 40-esnek kéne lennie az ív miatt, de valamiért ide rakták ki a 20-as táblát, hol pedig 500 méterrel odébb kellene a papír szerint kirakni. Tehát ez az a kamulassú jel, ami még a MÁV szerint is kamulassú jel. Szóval teljesen korrekt, 48-as rendszerű pálya, itt egész új vasbeton, helyenként 80-as években vasbetonaljak is vannak benne, de egyébként is teljesen jó állapotban van, és akkor itt megyünk 20-szal, ugye ez még mindig az a szakasz, amin egyébként ki se kéne legyen lejelölve a korlátozás, hanem csak úgy kirakták a táblát, mert csak. Hogy mondjam, szóval ugye a pálya állapot az egyébként egy olyan dolog, ami relatív, mert mindig attól függ a pálya állapota, hogy az milyen, hogy milyen az igénybevétel. Mert ha ezen 200-al akarnék menni, akkor nyilván arra nem alkalmas. De arra, hogy menjünk rajta, itt is új aljak vannak becserélve. Ezek 2010-es vasbeton aljak, itt is ezeken is 20-szal megy a vonat. Ezt esetleg fölvehetnénk. Igen, ráadásul ugye Bézékről beszélünk. Persze, az a legkönnyebb járni. Igen. Azt érzik az itteni emberek is, nagyon sokakat ismerek, a polgármestereket, mindenkit, hogy ilyen kifárasztásra játszanak, hogy előbb-utóbb már majd csak megszokják az emberek, hogy a vasút használhatatlan, és akkor előbb-utóbb már nem fognak hozzá ragaszkodni. Nem látszik? Azért, vagy nem csak azért van bajban a magyar vasút, mert hát nincs pénz. Sőt, nem. Tehát az a baj, hogy a munka, tehát az előző vezetések alatt én most az újat nem értem ez alá, mert én azért adnék egy esélyt tényleg ennek az új vezetésnek. Én bízok benne, hogy más irányba tudják vinni a dolgokat mindenképpen. De hogy az előző vezetések alatt ugye annyira nem volt igazából tudatos tervezés, meg elképzelés, hogy tulajdonképpen oda sem nagyon jutottunk el, hogy meg tudjuk tényleg mondani, hogy mennyi pénz kell, vagy hogy elég-e az, ami van. Mert hát most érted, céltalan hajósnak minden szél rossz. 2000-es években, még a Gyurcsány kormány alatt meg akarták szüntetni ezt a vonalat, holott semmi baja nincsen, igény van rá. Akkor sikerült megakadályozni. Igen. És most meg úgy tűnik, hogy miközben igény lenne rá, jó állapotban van, mint hogyha valaki eltöntötte volna, hogy ezt a vonalat kicsináljuk, és akkor szépen lassan megadjuk az indokot azzal, hogy konkrétan nem használjuk úgy, ahogy lehet. Hogy az ember ezt érzi, amikor találkozik egy ilyen történettel, tudod, az ennyire hülyes senki nem lehet szabály bevetésével. Hát pedig de, tehát simán lehet. Én egyébként nem érzek ekkora koncepciózusságot, mert pont az a baj, hogy nincsen koncepció. Ha ugye 90-es évekig visszamegyünk, akkor ugye akkor volt a nagy pályafelújítás,
akkor kerültek ide ez a pálya is, ami most megyünk. És aztán, amikor ez befejeződött, utána ez egy nagyon jó kitörési lehetőség lett volna, de akkor meg nem sikerült a 70-es évek menetrendjét hozzáigazítani a megváltozott körülményekhez. Gyakorlatilag ugyanazok a vonatok maradtak, csak rövidebb menetidővel. Ebből adódtak csornán ilyen 40 perces átszállások például, mert hát a másik vonalat meg odaig húzták, ugye? És akkor volt a bezárás 2007-ben, az is hát abszolút, ezek az ilyen kamu vizsgálatok, amit elvégeztek, azoknak nem volt különösebben semmi értelme, még az állomások neveit is rosszul írták az ilyen vizsgálati anyagokba. Ha bezárták, akkor sok tiltakozás volt, ugye ezt a felüljárót, ezt eredetileg nem akarták megépíteni, hanem az volt itt a terv, hogy kiátszák itt egymás ellen itt a helyi szereplőket, hogy elbontanak a vasutat, és akkor úgy menne az autópálya. Aztán ezt az ilyen erős helyi demonstrációk meg egyéb hatására sikerült megakadályozni 2009-ben, és akkor utána a következő évben újraindult a vonal, lonaforgalom. Majd akkor így szépen lassan így kezdett így helyreállni az élet, és akkor 2012 áprilisában, alig másfél évvel később, ugye Völner Pál államtitkársága idején, ezt érdemes azért megemlíteni, hogy ez is ugye ő volt, akkor így egyik napról a másik napról leritkították 10-ről 2-re a vonatok mennyiségét irányonként, és akkor két hét alatt eltűnt az utasok 90%-a, és akkor mire eljutottunk megint oda a 2022 tavaszán, hogy itt a Szanyi épület felújítással összefüggésben újra sűrítették a vonatokat, addigra már ugye ez a kamulású jeles történet 2019 óta ment, tehát akkor már nem lehetett igazán jó menetrendet csinálni, és akkor 22. novemberében meg a második a kamulású jelet rakták ki, amik azonnal szétesett minden, se az egyik végén, se a másik végén semmilyen csatlakozást, hónapokon át nem értek el a vonatok, ilyen 15 perces késések voltak folyamatosan. Ez a... A csoda. Ez ugyanaz a vonal, amit bejártunk, 14-es, Pápa-Csorna, Csorna felől megyünk Szany felé, és mindjárt odaérkezünk, ahol kint van a 20-as lassú jel. Kemény. Ez szerintem lefutnánk. Na, ez a világ 8. csodája. Ideges és ijedős embereknek még véletlenül sem javasoljuk ezt a vonalat. Még mindig nem sikerült fölvenni a tempóját, tehát hogy nem tudom. Nagyon erős nyugtatóval lehet, hogy esetleg fölvenni a tempóját ennek, ami történik. Megérkeztünk rá a Pordányba. Ó, nézd, milyen gyönyörű ez a vasúti épület. Mi van az, hogy a múltkor... Múltkor rántott húsos szendvicset ettél, most meg... Fasírtocs volt. Azért, mert hogy egy olyan méretű vasútállomásról, mint a csornai. Tehát ahol megáll az IC. Sopron felé. Nem áll meg sok helyen. Tehát, hogy ilyen... Tatabánya, Komáron. Győr nyilván. Egyszer nincs resti. Mert minek is lenne. Úgyhogy... Ott a vasútállomásnak az utcájában bemész a boltba, és megveszed magadnak azt, amiből szeretnéd csinálni egy szendvicset, hogyha ragaszkodsz ahhoz a haladó magyar hagyományhoz, hogy amint elindul a vonat, elkezdesz enni. Akkor ez az egyetlen egy megoldásod van. Tényleg, fogalmam nincs, hogy miért nem lehet egy ilyen vasútállomásnak restie. Ez egy nagyon jó kérdés. Kérdez az egyiket? Jól összekentem valam. Hajlamos vagyok bele olyat látni, hogy vannak bezárásra ítélt vonalak.
És akkor így lehet lassan tönkretenni őket annyira, hogy végül bebizonyítják, hogy nincs előtte utas. Nem azért nincsen, mert megszűnt az igény, hanem azért, mert előtte kitették ezeket a lassú jeleket, hosszú a menetidő, állandó késések vannak, nem érik el a csatlakozást, utána ki akarna vele járni. Miután elődözték az utasokat, már lehet azt mondani, hogy nincs utas. És be lehet zárni, nem tudom, valakinek útban van, nyűgnek tartják. Az a meggyőződésük, hogy a vasút idejét múlt, nem tudom. Van egy ilyen közútfét is egyébként, ami azért furcsa, mert valójában a világ az ellenkező irányba megy. De egy klíma szempontból sokkal hatékonyabb a vasút. Mint a közút, ennek ellenére mégis nem tudom, buszra akarjuk terelni az embereket, meg úgy gondoljuk, hogy akinek nincs autója, az annyit is ér. 14 óra 48 perc van, 14:59-kor indulna Csornáról Budapestre az IC. Szerencsére már most 5 perces késésben van. Igazából itt az a kísérlet, hogy elérjük-e. Ugyan meg tudjuk venni mobilappon a jegyet, de azért számoljunk azokkal is, akiknek mondjuk nincs okos telefonjuk. És simán pénztárban vennék a jegyet, tehát hogy most fog kiderülni, hogy mennyit ér a bőre ennek a vonalnak, így, hogy le van lassítva. Ugye állandóak a késések emiatt, hogy egyáltalán eléri a saját csatlakozását, és most vagy egy órával később fogunk tovább indulni. Már elég ére meg a rezeg a léc. Ez egy másik irány nekünk, az kell, ami most jön szemből. Oké. Szóval a kísérlet sikerült, elértük a Budapest felé tartó Intercity-t, nagyon szoros volt, igaz, ehhez kellett az, hogy 10 percet késsen.